Szevasztok srácok, Csipi vagyok, és hogyha szerda, akkor ugye TOTS időszak alatt érkeznek ezek a Raw TOTS SBC-k, ugye? Ez a két napig élnek, és a Rest of the World TOTS játékosok közül lehet nyitni megint 9, tehát ugye 39-től a 31-esig. Ugye van itt, nem is tudom, hogy kik vannak ebben, talán Bobo, Kobayashi, ugye Arias, Martinez, Atif, Van Aken, akkor az a Leo Matos, vagy ki a tököm. Szóval nem egy nagy eresztés ez a mostani TOTS se. Talán aki még innen jó lehet, az az a Leo Matos, egy jó kis RB, ugye jobb oldalra, vagy az Arias, szintén egy jó kis védő RB-t be lehet építeni holland ligás csapatba, de amúgy a nagyja megint elég tré lett. Tehát nem valami jók ezek a Rest of the World TOTS-ok, főleg a beépíthetőség szempontjából szerintem. Azonban, ami most újdonság, hogy 83-as ratinget kértek. Előző héten nem 81-es rating volt, Alex? Kajak ugyan viszont, hogy ide 81-es rating kellett. Most fogták és bedobták ezt a 83-as ratinget. Ugyanolyan startolcokja gyakorlatilag, mint az előző héten. Szóval szerintem ez egy kibaszott nagy köcsökség volt az EA-től, hogy egy ilyen szar rotoc játékost, ilyen 83-as ratinget kértek. Remélem, hogy nem az lesz, hogy most minden héten egyre magasabb ratinget kérnek majd ezekért a rotoc játékosokért. Tehát a 84-es, 85-ös, és a végén az utolsó héten mondjuk egy, nem tudom, egy 85-ös és egy infomlapot. Ahogy ugye haladunk majd előre a rotoc játékosokba, ugye egyre jobb rotoc játékosok jönnek azért majd ki. De remélem, hogy nem fogják ezt megjátszani, hogy minden héten egyre magasabb ratingű csapatot kérnek az SBC-ben, mert szerintem az kibaszás a játékosokkal. Az a lényeg, hogy nem volt könnyű összerakni ezt az SBC-t, mert olyan játékosokból akartam összerakni, akik már alapban benne vannak a klubban. Tehát nem vettem most ide senkit, ezt a Dostot is még régebben vettem valami, ez már nem tudom mihez, még 3007 ér. Ezt pedig még a Liga SBC-hez vettem szerintem 650 ér régebben. Tehát ezt a csapatot ne rakjátok össze, mert nekünk 1-2, megye? 9 játékosunknak van Loyalty Chemistry pontja, tehát azért jött csak ki ez a 82-es Chemistry. Ugye nincs is mindenki poszton, itt van a Dost, ugye, illetve ugye Brahim is nincs átalakítva, meg CDM és Kam van ugye a két CM helyett, szóval ezt így nem tudjátok megcsinálni, mert nem fog kijönni a chemistry. Nekünk azért jött ki a chemistry, mert ugye egy csomó játékosunknak van loyalty chemistry pontja pluszba. Hát szopó ez a 83-as rating, bele kell tenni ugye a 84-es játékosokból is. 1-2-3-at, ez van srácok, nem tudok mit csinálni. Remélem, hogy jövő héten megint már 81-es ratinget kérnek, vagy 82-es, de a 83-as szerintem túl magas egy ilyen TOTS játékosért. A lényeg, hogy ha nem Arias jön, akkor valószínűleg ezt a TOTS játékost beletesszük abba a második PL TOTS SBC-be. Nyomjuk el, aztán nézzük meg, hogy kit dob a második Raw TOTS SBC. Ugye Raw 39-31 TOTS player pakkot kapsz érte, amiben egy TOTS játékos lesz a Rest of the World TOTS-okból. Egyébként utána megcsinál majd ezt a Zahát is. Na, elsoroltam már, hogy kiket dobhat a játék, ugye szerintem a 9-ből kb. Egy 7 kalapszart nem ér. Hát, ez a Szaúd-Arábia így lesz, hogy ki a pöcsöm az a Vakin. Gyakorlatilag az egyik legszarabb, ugye hova építesz be egy szaudarábiai ligás, szaudarábiai, hát maximum szaudarábiai csapatba, tehát ez egy kalapszart nem érzi a játékos. Ezt be kell tenni srácok a PL TOTS SBC-be, az fix. Ugye ez nem eladható? Ja, de csak 100-as, aha, 100-on van a transferlistánk full Atif. Mindjárt megnézzük, hogy mennyibe fáj egy ilyen Atif.
60 ezer körül mozog most, 50. Hát tényleg egy fos, nem ér semmit. Tehát nem is azt, hogy nem ér semmit, ezt nem tudod beépíteni semmi csapatba, úgyhogy ez menni fog, bele fog menni abba a PL-t, SBC-be, ez már fix. Srácok, hogyha tetszett ez a kis SBC-s videó, amiben kinyitottuk a második Raw játékost, dobjatok rá egy lájkot. Jó szart kaptunk, de hát nekünk most már ilyen lesz itt a paklek, szerintem egészen a FIFA végéig, ezen a főakunton. Csipi voltam, szevasztok!